Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levele. Első rész. Pál és Timóteus, Jézus Krisztus szolgái, minden szenteknek a Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, a püspökökkel és diakónusokkal egyetemben. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek minden ti rólatok való emlékezésemben, mindenkor, minden én könyörgésemben mindenitekért, nagy örömmel könyörögvén, mivel hogy részt vettetek az evangélium ügyében az első naptól fogva mindez ideig. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Amint hogy méltó, hogy én ilyen értelemben legyek mindenitek felől, azért mert én szívemben hordalak titeket, mind akik mind az én fogságomban, mind az evangéliumnak oltalmazásában és megbizonyításában, mindnyájan részes társaim vagytok a nekem adott kegyelemben. Mert bizonyságom az Isten, mely igen vágyakozom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szerelmében. És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben. Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó. Hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára. Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. Tudtotokra akarom pedig adni atyám fiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lőnek az evangéliumnak. Annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt. És többen az Úrban való atyafiak közül bízván az én fogságomban nagyobb bátorsággal merik szólani az igét. Némelyek ugyan irigységből és versengésből is, de mások jó akaratból is hirdetik a Krisztust. Némelyek versengésből prédikálják a Krisztust nem tiszta szellemmel, azt hívén, hogy fogságom nyomorúságait így megnövelik. De mások szeretetből, tudván, hogy én az evangéliumnak oltalmazására rendeltettem. Mert mit mondjak? Csak hogy minden módon, akár színből, akár szívből, a Krisztus prédikáltatik, és én ennek örülök, sőt örülni is fogok. Mert tudom, hogy ez nékem idvességemre lesz a ti könyörgéstek által, és a Jézus Krisztus szellemének segedelme által. Am az én esengő várásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár életem, akár halálom által. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti, hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb. De e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek. És ebben bízva tudom, hogy megmaradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és örömötökre, hogy bőven dicsekedhessetek velem Krisztus Jézusban az én ti nálatok való újabb megjelenésem által. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat, hogy akár odamenvén és látván titeket, akár távol lévén, azt halljam dolgaitok felől, hogy megállotok egy szellemben, egy érzéssel viaskodván az evangélium hitéért, és meg nem félemvén semmiben az ellenség előtt, ami amazoknak a veszedelem jele, nektek pedig az üdvösségé, és ez az Istentől van. Mert nektek adatot az a kegyelem a Krisztusért, nem csak hogy higgyetek ő benne, hanem hogy szenvedjetek is ő érette. Ugyanolyan tusakodástok lévén, amilyent láttatok én nálam, és most hallotok én felőlem. Második rész. Ha annak okáért helye van a Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a szellemben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén.
Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Annak okáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket. Mert az Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. Életnek beszédét tartván elébük, hogy dicsekedhessen majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába. De ha kiontatom is italáldozatként a ti hitetek áldozatánál és papi szolgálatánál, mégis örülök és együtt örülök mindnyájatokkal. Azonképpen ti is örüljetek és örüljetek együtt velem. Remélem pedig az Úr Jézusban, hogy Timóteust rövid nap elküldöm ti hozzátok, hogy én is megviduljak, megértvén a ti dolgaitokat. Mert nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, aki igazán szívén viselné dolgaitokat. Mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét. Az ő kipróbált voltát pedig ismeritek, hogy miképpen atyával a gyermek együtt szolgált velem az evangélium ügyében. Őt azért remélem, hogy elküldöm, mihelyt meglátom az én dolgaimat tüstént. Bízom pedig az Úrban, hogy magam is csak hamar el fogok menni. De szükségesnek tartám, hogy Epafroditust, az én atyám fiát és munkatársamat és bajtársamat, nektek pedig követeteket és szükségemben áldozatot hozó szolgátokat hazaküldjem hozzátok, mivel hogy vágyva vágyott mindnyájatok után, és gyötrődött amiatt, hogy meghallottátok, hogy ő beteg volt. Mert bizony beteg volt, halálhoz közel. De az Isten könyörült rajta, nem csak ő rajta pedig, hanem én rajtam is, hogy szomorúság ne jöjjön szomorúságomra. Annak okáért hamarabb küldtem őt haza, hogy meglátván őt, ismét örüljetek, és nekem is kisebb legyen a szomorúságom. Fogadjátok azért őt az Úrban teljes örömmel, és az ilyeneket megbecsüljétek. Mert a Krisztus dolgáért jutott majdnem halálra, kockára tévén életét, hogy kárpótoljon engem azért, hogy nekem tett szolgálatotoknál ti nem voltatok jelen. Harmadik rész. Továbbá, atyám fiai, örüljetek az Úrban. Ugyanazokat írni nektek én nem restellem, ti néktek pedig bátorságos. Őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól, őrizkedjetek a megmetélkedéstől. Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik szellemben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk. Jól lehet, én nekem van bizakodásom test szerint is, ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább. Körülmetéltettem 8. napon. Izrael nemzetségéből, Benyámin törzséből való vagyok, zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus. Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. De amelyek nekem egykor nyereségek valának,
azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem, és találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján. Hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet hasonlóvá lévén az ő halálához. Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám fiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna. De egyet cselekszem. Azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. És ha valamiben másképpen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni nektek. Csak hogy amire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk. Legyetek én követőim, atyám fiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen minéktek példátok vagyunk. Mert sokan járnak másképpen, kikfelől sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei. Kiknek végük veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, kik mindig a földiekkel törődnek. Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá is vethet mindeneket. Negyedik rész. Annak okáért, szerelmes atyám fiai, akik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, eképpen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim. Evódiát intem, Szintikét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint akik az evangélium dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is és ama többi munkatársaimmal, kiknek neveik fölírvák az életnek könyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, atyám fiai, amit csak igazak, amit csak tisztességesek, amit csak igazságosak, amit csak tiszták, amit csak kedvesek, amit csak jóhírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottátok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek. És a békességnek Istene veletek lesz. Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviseléstekben, mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. Nemhogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jó lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. Tudjátok pedig ti is, Filippi beliek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, mikor Makedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül. Mert már Tesszalonikában is, egyszer is, másszor is küldtetek nekem szükségemre. Nem mintha kívánnám az ajándékot, hanem kívánom azt a gyümölcsöt, amely sokasodik a ti hasznotokra. Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm, beteltem, vévén Epafroditusztól, amit küldöttetek, mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket, az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Az Istennek pedig, és a mi atyánknak dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket az atyafiak, akik velem vannak. Köszöntenek titeket minden szentek, mindenek felette pedig a császár udvarából valók. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen.